Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Ismét egy nagyszerű táncversenyre csalogatjuk Önöket, méghozzá Székesfehérvárra, a Köfém sportcsarnokába, ahol a László Vill Kupa felnőtt és ifjúsági standard ranglistát, valamint a junior 10 tánc országos ranglista versenyt nézhetjük meg így most közösen. A verseny egész napja alatt különböző korosztályokban és kategóriákban több mint 100 pár fordult meg itt a parketten, és nagyszerű hangulatot teremtett. Itt pedig már a 10 tánc országos ranglistánál tartunk, a junioroknál, és a szóló táncokat nézhetjük meg először. Angol keringőben látjuk a 95-ös startszámú párt, méghozzá Szabó Ádámot és Kovács Esztert, az Ametiszt Táncsport Egyesület és a Tornádó Táncsport Egyesület ifjú versenyzőit. Ők mindössze 2012. májusától táncolnak együtt, már tudtak versenyt is nyerni azóta, tehát oda kell rájuk figyelni, tehetséges, jó mozgású párról van szó. You've got twins, 20 tiny fingers, 20 tiny toes, two angel faces, each with a turned up nose. One looks like mommy with a cute little curl on top, and the other one's got a big one. Egy kifejezetten összeszokott tapasztalt párt fogunk tudni Önöknek most megmutatni, kedves nézőink. A 96-os startszámú Nagy Márk és Vörös Liza 2009. júliusától táncol együtt, tehát alapvetően már több mint három és fél éve, tehát ezért mondtam az elején, hogy kifejezetten összeszokott párt láthatunk most a parketten. Az első versenyük egyébként Mezőkövesden volt, nagyszerű eredményeket tudnak felvonultatni, elsősorban a D-C osztályban nyertek versenyeket, és most itt látjuk őket az országos ranglistán is. Looks 94-es tartszámmal látjuk táncolni Szalai Dénes Ferencet és Balla Petrát, a Formatánsport Egyesület ifjú táncosait. Ők viszonylag rövid ideje táncolnak együtt, hiszen 2012. januárjában gondolták úgy, hogy együtt is kipróbálják, hogy mire mennek a juniorok között. Korábban egyébként Baján volt az első versenyük, már különböző magyarországi, illetve külföldi versenyen is indultak, és ott is sikeresen szerepeltek, tehát rájuk is oda kell figyelni majd a végeredmény kalkulálásánál. A 93-assal látjuk táncolni Kolják Krisztiánt és Bálint Nikolettát. Ők szintén a Formatánsport Egyesületet erősítik. Nagyszerű összeszokott pár, hiszen 2009-től táncolnak már együtt, és kifejezetten ügyesek, jó mozgásúak, elegánsak, és a standard táncokat pedig kifejezetten szeretik. Don't be slow, he got me there with time to spare, and then he sat on pins, until the doctor shook his hand and told him you've got twins, 20 tiny fingers, 20 tiny toes, two angel faces, each with a turned up nose. One looks like mommy with a cute little curl on top, and the other one's got a big bald spot, exactly like this one. Eddig eredményeik alapján kifejezetten érdemes kalkulálni a 90-es startszámú Mészáros Bence Leventével és Balanescu Liliannával is, a Silver Táncsport Egyesület ifjú párjával. Ők is nagyon ügyesek, és a standardet szintén nagyon-nagyon kedvelik, szeretik, és ahogy látható, a quicksteppet is nagyszerűen táncolják. He told me, don't be slow, he got me there with time to spare, and then he sat on pins, until the doctor shook his hand and told him, you've got twins,
20 tiny fingers, 20 tiny toes, 2 angel faces, each with a turned up nose. One looks like mommy with a cute little curl on top, and the other one's got a big bald spot, exactly like his top. És nézzük a hatodik döntős párt, amely most éppen a 91-es tartszámmal látható, Rónyai Zoltán és Farkas Boglárka, a Silver Táncsport Egyesület képviseletében, akiket azt hiszem nézőink már régebben is ismerhetnek, hiszen 2007 óta táncolnak együtt, és azóta több magyar bajnoki címet is begyűjtöttek már a korosztályos versenyeken, legutóbb éppen idén, 2013 februárjában, hiszen a Standard magyar bajnokságot is megnyerték a juniorok között. Shook his hand and told him you've got twins, 20 tiny fingers, 20 tiny toes, 2 angel faces, each with a turned up nose. One looks like mommy with a cute little curl on top, and the other one's got a big bald spot, exactly like his dad. Így zárult tehát a szólótáncok sora a 10 tánc ifjúsági ranglista versenyen, és itt már együtt, közösen, mind a 6 finalista pár előadásában láthatjuk a Quickstep-et. Pop, pop, I put on the light in the middle of the night and whispered, dear, let's go. He grabbed a sock and called the doc. He told me, don't be slow. He got me there with time to spare, and then he sat on pins until the doctor shook his hand and told him, you've got twins. 20 tiny fingers, 20 tiny toes, 2 angel faces, each with a turned up nose. One looks like mommy with a cute little curl on top, and the other one's got a big bald spot, exactly like his top. A Nemzetközi Táncsport Szövetség a tíztánc versenyeken általában a Quickstep-et és a Jive-ot szokta kiemelt táncként és szólótáncként kezelni. Ez így van idén is, ezért a táncsorrend megváltozott egy kicsit. Tehát a Quickstep, amely általában az ötödik táncként szerepel a versenytáncok sorrendjében, most elsőként szerepelt, és ezután a táncsorrend következő eleme és következő tánca az angol keringő, amit éppen most láthatunk a döntős párok előadásában. A standard versenytáncok közül a tangó egy nagyon dinamikus és érdekes tánc, amit a ifjúsági és juniorkorú versenyzők is nagyon-nagyon kedvelnek. Elsősorban azért, mert itt bizony meg tudják mutatni, hogy mennyire ügyesek, mennyire dinamikusak egy olyan táncban, amely nem túl egyszerű, sőt elég bonyolultnak tekinthető, mind a figuráit tekintve, mind pedig a tartását tekintve, hiszen nagyon-nagyon oda kell figyelni a fejtartásra, a kéztartásra és a láb mozdulataira is.
Ha valaki úgy gondolná, hogy a most látható bécsi keringőben a táncosok egy kicsit lazíthatnak vagy pihenhetnek, akkor nagyon tévedne, hiszen alapvetően a bécsi keringőnél bármennyire egyszerűnek is látszik, nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy minden tökéletesen és látványosan működjön, mind a pontozóbírók miatt, mind pedig a közönség örömet miatt is. Természetesen egy-egy versenyhez és annak a sikeréhez nagyon sok minden kell. A tánctudáson kívül az is nagyon fontos, hogy a ruházat rendben legyen. A férfiaknál ez egyszerű, hiszen ők frakkot viselnek, és a junior korosztályban is ez már kötelező. A hölgyek viszont válogathatnak a szebbnél szebb ruhákban. Természetesen hát nem olcsó dolog azért egy-egy ilyen szép ruhát megcsináltatni, megvarratni, de azt hiszem megéri az áldozat, hiszen csodálatos látványt nyújtanak a párok a parketten. Az 5 standard tánc után most a 10 tánc országos ranglistán következhetnek a latin-amerikai számok és zenék. Már is a szambánál tartunk. Nézzük, hogy a finalista párok hogyan is művelik ezt a braziliai eredetű táncot. A szamba után következzék a csa-csa-csa, amely Kubát idézi meg számunkra, és ez a tánc, ez a versenytánc nagyon kedvelt egyébként ebben a korosztályban a versenyzők között. Szívesen táncolják, és egyébként nagyon jó szinten is táncolják az ifjú táncosok, ahogy ez most látható itt a döntőben is. All my fingers, all the things.
A több országot is megidéző tánc kirándulásunkban maradunk még egy kicsit Kubánál, hiszen a most látható rumba is elsősorban ebből az országból származik. Innen indult el világhódító útjára és került be a versenytáncok közé. A fiatalok ezt a táncot is nagyon-nagyon kedvelik. Egy tánc, amiben mindenki van találva, a paso doble kötött üteme és minden egyes mozdulata, pillanata adott esetben ki van dolgozva, ki van találva, és ezt táncolják le az ifjú táncosok is most éppen az országos ranglistán Székesfehérváron. Kifejezetten erős volt a mezőny a juniorok között a 10 tánc országos ranglistán Székesfehérváron, hiszen a magyar bajnokság első helyezettjei közül jó páran megfordultak, és a középdöntősök közül is itt voltak nagyon sokan a versenyen. Nézzük tehát, hogy az utolsó tánc után hogy alakul majd a végeredmény a 10 tánc országos ranglistán. Come on!
Íme tehát a végeredmény. Az első helyezést a 91-es tartszámú Rónyai Zoltán és Farkas Boglárka érte el a Silver Táncsport Egyesülettől. Ez is térmes lett Kulják Krisztián és Bálint Nikoletta a Forma Táncsport Egyesületből. Bronzérem a Nagymárk Vörös Liza párnak jutott, ők a Soul Dance Táncsport Egyesületet képviselték itt Székesfehérváron. Negyedik lett Mészáros Bence Levente és Balanescu Lilianna a Silver Táncsport Egyesülettől, ötödik Szabó Ádám és Kovács Eszter az Ametisztből, még a hatodik helyezés ezen a versenyen Szalai Dénes Ferenc és Balla Petra birtokába jutott a Forma Táncsport Egyesülettől.